A Pécseli Szent Erzsébet Általános Iskola 7. osztálya június elején erdélyi osztálykiránduláson vett részt. A kirándulás a Határtalanul pályázat keretében zajlott le. A diákok 4 nap alatt egy nagyváradi honismereti vezető kalauzolása mellett jártak be sok magyar vonatkozású helyszínt. Nagyvárad, Kalotaszeg, Kolozsvár, Torockó, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, Vajdahunyad, Mária Radna, Arad útvonalon haladva elevenedett meg számukra a történelem. Így helyezték személyes élményeik közé az iskolában megtanultakat. A gyermekek legtöbbje most először járt Erdélyben, most először találkozott Erdély hatalmas kulturális örökségével és természeti értékeivel, most először tapasztalta meg az itt élők vendégszeretetét, kedvességét. A kirándulás keretén belül találkoztak a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeivel, akiknek kis műsorral kedveskedtek. A műsor keretén belül került sor az iskola és a Pécseli Egyházközség hívei körében gyűjtött sportszer és társasjáték adományok átadására. Most jelképesen ezzel a kis csomagtolosütővel átadnák ezt a kis ajándékot, ezt a kis adományt, amit a Pécseli iskola diákjai. Köszönjük szépen! A hálás gyermek tekintetek bizonyították, hogy az adományok nagyon jó helyre kerültek. A fáradtságos, de tartalmas út során többekben megfogalmazódott a gondolat, hogy mikor térhetünk újra vissza.